Hírszádám a Torna megyei Kakasdon él. Családjának gyökerei is ide kötődnek, hiszen 280 évvel ezelőtt érkeztek ősei a településre. Élete során számos alkalommal látogatta meg a család Fekete Erdő közeli őshazáját. Szorgos munkájának eredményeként sikeres vállalkozóvá vált, aki sohasem hagyta el a németséget és tett számtalan gesztust az ősei kultúrájának továbbéltetése érdekében. Az ősök 1730-ban telepedtek le Kakasdon, és hát azóta én a 10. generációban élek itt. Hát ősök azok Köln környékéről jöttek. Én az apai családfával foglalkoztam sokat. Én már régen, már 20 évvel ezelőtt is csináltam családfát. Elmentünk a feleségemmel többször is oda Fekete-Erdőbe, Schrambergbe, ahol honnan származnak az ősök. Hát sok Hilc család van ott még, úgyhogy én meg akartam ismerni azt a környéket, ahonnan hát származnak az ősök. Az, hogy a hétköznapi életbe, hogy német származású vagyok, az hát az 50-es években nem volt kellemes dolog, mert egyrészt akkoriban például 8. után nem vettek föl középiskolába. Kétszer is jelentkeztem a Soproni Erdészeti Technikumba, nem vettek föl, elmentem egy évig a Sötétvölgyi Erdészet gyakornoknak. Azt következő évben ugyanazt mondták, hogy, vagy írták, hogy helyhiány miatt nem vesznek föl. Így kénytelen voltam, hát fiatal éveinktől kezdve egész szinte 30 éves koromig tanultam, sok mindent, sokféle fajta iskolába jártam. Kakas sokat köszönhet Hilc Ádámnak. Az itt működő német énekkar és a helyi labdadugó csapat is az ő finanszírozásával jutott el Németországba. A helyi kultúrház német tornyában működő óra is az ő segítségével nyerte el jelenlegi helyét. Sokat tett annak érdekében, hogy a helyi székelyek és a svábok békében, egymás tiszteletében éljék minden napjaikat. A német kórussal sokat jártunk különböző német falukba, német testvér kapcsolatba, hát részt vettem, sok esetben jártam Radiborba, amikor idejöttek, foglalkoztam velük, bemutattam a környéket, és hát próbáltam úgy viselkedni, úgy dolgozni, hogy hát befogadjanak, mint német anyanyelvet. Az ő kezdeményezésére állították fel azt a hajót is a településen, mely a Dunán Magyarországra érkezők egyik közlekedési eszköze volt. Ezek a hajók azóta a magyarországi német közösségek egyik jelképévé váltak. Sokat jártam Ulmba, az ulmi Dunaparton, a jobb partján, a Dunának a jobb partján, ott volt felállítva, négyszer nagyobb, mint ez, egy a négyhez lett csinálva. Lefényképeztem, leméreteztem, és hát egy... Kerestem egy ácsot, aki megcsinálná. Azóta nagyon sokan hát lefényképezték, megkerestek engem, hogy környező községekből is, de messziről az ország másik részéről is, hogy lefényképezhetik-e, és így hát sok van már ebből a ladikból, hajóból,
Ulmusachtelból. Gyökerek nélkül nem él meg még a növény se, hát még az ember, vallja Hilc Ádám. Éppen ezért ásta bele magát, ahogy fogalmazza, a népcsoport történetébe, és támogatja a kulturális értékek továbbörökítését minden lehetséges eszközzel.